Kérünk, áld meg ezeket a húsvéti kalácsokat és kenyereket. Hévízen előbb az egregyi város részben, majd a Szentlélek templomban, később az egyik szállodában, illetve a Szent Lukács idősek otthonában végezték el a szertartást. A kosarakba, illetve az asztalokra a régi rend szerint sonka, kolbász, tojás, kalács és torma, esetenként bor, valamint túró is került. Húsvét vasárnap Jézus feltámadását ünnepli a keresztény világ. 40 napi böjtölés után ezen a napon vesz magához az ember hús eledelt, ezért ugye a magyar elnevezése az húsvét, tehát húsnak a magunkhoz való vétele, de igazi tartalma Jézusnak a feltámadása. Régebben úgy szoktak az emberek köszönni ilyenkor egymásnak, hogy feltámadt Krisztus, valóban feltámadt. Az ünnep eledeleinek szimbolikája van. Ezek az Ószövetségre, illetve Jézus életének egyes mozzanataira utalnak. A bárány, amelyet Magyarországon a sonka helyettesít, az Egyiptomból való kivonulást idézi. A kovásztalan kenyér pedig azt, hogy ilyet fogyasztott Jézus az utolsó vacsorán, az átváltoztatással új tartalommal töltve meg. Krisztus szavai szerint ez az étek saját testét jeleníti meg. Tojás pedig Krisztusnak a feltámadását szimbolizálja, ahogyan a tojásnak a héja szétpattan, ugyanúgy a sír is kitárulkozik, és Jézus feltámad. A piros a festése pedig utal Jézusnak a szenvedésére, a vérére, a tojásnak a belseje, tehát a fehérje, az pedig Jézusnak a kín szenvedésére, de tulajdonképpen a feltámadásnak egyik szimbolikája. A torma az élet nehézségeit jelképező keserű salátára emlékeztet, amit a zsidók az egyiptomi kivonuláskor fogyasztottak, és Jézus is evett az utolsó vacsorán. Ez a feltámadáskor örömszimbólum. Azt jelképezi, Isten nem hagyta magára az embert ebben a világban, hanem hazavár bennünket az örök otthonba, mutatott rá a fürdőváros plébánosa. Az Úr legyen veletek! Isten.